Folytatódik a közvilágítás átállítása energiatakarékos LED izzókra. Több mint 1200 izzót cserélnek ki. Pénteken megnyitják a Városi Galériát. Az egykori stúdió alkotói csoportos kiállítással emlékeznek az akkori alkotóközösségre. Kicserélték új, nagyobb tudású készülékekre a Szociális Szolgálat házi jelzőrendszerét. Ez a szolgáltatás ettől az évtől ingyenes. Február 1-től lehet regisztrálni lomtalanításra a szolgáltatónál. Köszöntöm Önöket! A Bátor Televízió híradóját látják. Híreinkkel folytatjuk. Ősszel kezdődött a közvilágítás átállítása energiatakarékos LED-izzókra. A jó idő lehetővé tette a munkák folytatását. Már több utcában tapasztalhatják a különbséget a LED és a hagyományos izzók között, ami nem csak erősebb fényt, hanem komoly energiamegtakarítást is jelent. Most több mint 1200 izzót cserélnek ki tavasszal. A Szőlő utcán folytatódik a közvilágítási program, nevezetesen, hogy ledes izzókra cserélik a nagyfogyasztású izzókat. Mekkora ez a program itt a második része? Ez a program második üteme 150 millió forintba kerül az önkormányzatnak, amely saját erőt képez. Maga az egész két ütem a Nyírbátor város számára 300 millió forint. Körülbelül mennyi megtakarítást remélnek, vagy mennyire ott kellene visszatérülni ennek a pénznek? A megtakarítás 55%-os, tehát ennek a jelenlegi fogyasztónak a lehetősége, amely ugye hozzá kell tenni, mint a múltkor is elmondtam, ezek egy úgynevezett okos világítóeszközök. Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy este 11 órától hajnal 4 óráig önmagukat tudják szabályozni, illetve központilag be lehet avatkozni. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy este 11-től hajnal 4-ig mondjuk kevesebb energiát használva kevesebb fényt ad? Igen, ő ez a rendszer figyeli ugye a fényt, és úgy állítja önmagát, hogy lehető legjobban világítsa meg az adott területet. Minden izzót kicserélnek a városban? Igen, minden izzót. A történelmi sétányban lévő izzókat is kicserélik, ezekre a ledes izzókra. Kicserélik a játszótéren lévő izzók, valamint a szerviz útjainkon is, amit a mi hozzánk tartoznak. Összesen 1294 lámpa lesz kicserélve. A volt alkotóház épületében galériát alakított ki a nyírbátori önkormányzat, ahol most részben csoportos kiállításokat rendeznek, de a nagy teremben önálló kiállításra kapott lehetőséget Petrúczky Ákos festőművész. Az erős nyírbátori képzőművészeti élet ezzel komoly lehetőséget kap a rendszeres bemutatkozásra. Miért tartotta fontosnak a város ezt a galériát? Ennek a városnak hosszú évekre visszanyúló művészeti múltja van, hisz több mint 30 éve működik itt képzőművészeti stúdió, alkotóház, mint egy 15 éven át működött, és 10 éven át egy tűzománc műhely. Több éve készül a mostani városvezetés arra, hogy a művészeteknek, a Nyírbátorban alkotóknak méltó helyet adjon, és ezért került újra felújítás ez az épület. Mi volt a tapasztalat, hogy a nyírbátori képzőművészek mit szólnak ahhoz, hogy végre kapnak egy galériát? Hát akiket megkerestünk, mindenki nagyon nagy örömmel fogadta ezt. Többféle apropója is van ennek, azon kívül, hogy az alkotók szeretnék azt, hogy legyen helye a műveiknek, több mint 10 éven át működött egy tűzománc műhely. Annak a alkotói is most is be fognak a kiállítás megnyitóján is mutatkozni, és megkereste a városunkat Kisné Szalontai Judit, akinek nagyon szép, több mint 500 darabból álló baba gyűjteménye van, amit már ugyan állítottak ki a korábban a városban, megismerhette a város közönség a múzeumban, vagy itt a város környéken is, de igazából állandó helye nincs ennek a nagyon értékes gyűjteménynek, és ebben a házban talál helyet a baba kiállítás is. Lesz olyan program ezen a megnyitón, ahol egy művész mutatkozik be egy teljes életművel. Megjelent egy kiadvány is, volt egyszer egy stúdió címmel.
Én úgy gondolom, hogy lesz olyan, akinek ez újdonság lesz. Az, hogy ezt ilyen csokorba foglalva, egy közel 300 oldalon Makrai Zsuzsa összegyűjtötte és több év alatt rendezte nyomda alá, azt ugye a város majd csak most fog ezzel találkozni. Mi örömmel álltunk e mögé, a kezdeményezés mögé, hisz a könyv megjelenésének, a költségének nagy részét a város adja. Nem csak azért, mert a nyomdai és a nyomda előkészítési költségeket is jó részt mi fizettük, hanem segítettünk abban is a alkotóknak, hogy a szponzorok körében is minél több embertől tudjon támogatást szerezni. Az egykori stúdió alkotói most egy csoportos kiállítással emlékeznek a valamikori alkotóközösségre, amelynek megkerülhetetlen tagja, lelke, a tűzománc művész Makrai Zsuzsa. Azt hiszem, hogy az ön számára a legkedvesebb helyen vagyunk, ugye pont abban a kérdő térben, ahol a tűzománcok vannak elhelyezve, de hát itt végül is az egész tér egy nagy kedvenc lesz, nem? Hogy végre megnyílik egy galéria Nyírbátorban. Hát tulajdonképpen 20 éve erre várunk, mert a 20 éves lepusztítása a stúdiónak végre egy kimeszelt épületbe fogad bennünket. Hát és nem is akárhogy, mert végülis a művek fogadják itt a vendégeket, ami azt hiszem, hogy nagy elégtétel nem csak a művészeknek, hanem talán a városnak is, nem? Hát ez majd kiderül, hogy hogyan fogadják. Az, hogy mi mit gondolunk, az meg a magánügyünk. Na jó, de hát azért a művész az szeret megmutatkozni, és szereti a visszacsatolást is, nem? Hát egy idő után van olyan, amikor azt mondja az ember, hogy legszívesebben nem megyek a falra a képeimmel. Van ilyen állapot is. Na jó, de ez egy kegyelmi állapot a mostani, nem? Ez a jelenlét, ez egy becsületbeli jelenlét. A felszámolt műhelyek helyére mindenki összeszedte a számára kedves alkotást, és a továbbiakban őrzik a saját otthonaikban. Mennyi munka volt abban, ebben önnek, hogy létrejött ez a galéria? El kell olvasni. Ha volt egyszer egy stúdió 300 oldalát, és erre választ kapnak. Jó, Nyírbátorban új, korszerű, nagyobb tudású készülékekre cserélték az idősek biztonságát szolgáló házi jelzőrendszert. Az új okos készülék egyrészt azonnal tud riasztani, jelzi, ha elesett az idős ember, telefonos kommunikációt tesz lehetővé, és lakóhelyén, településén túl is képes a szolgáltatások nyújtására. Az új házi jelzőrendszer ettől az évtől ingyenes. Mi az, ami itt van Miklós bácsinak a nyakán folyton? Ez arra célra szolgál, hogyha rosszul vagyok, és ez a megnyom a gombot, és jön a segítségnyújtás. Mert sajnos sok betegségem van, amihez sűrűségét kell kérni. Előző volt egy másik ilyen szerkezet, talán az, hogy csinálta azt, hogy dolgot nem haltam meg, mert azt megnyomtam, és elvitte mentő tüdőemboliával. Mik a tapasztalatok eddig így az elmúlt pár napban? Az idősek jelzik, hogy a múlt héten is többször hívták őket a diszpécser központ munkatársai, érdeklődtek, hogy vannak az idősek, használják-e a készüléket, tehát folyamatos kontroll alatt vannak, és ellenőrzik, és ennek nagyon örülök, mert így jobban ki is szűrik, ha esetleg egy véletlenszerűen is rákérdeznek, és azt látnák, hogy zavart az idős, akkor ezt jeleznék felénk is. Hányan vesznek részt most jelenleg ebben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban? 50 fő van jelenleg a rendszerünkben. Akik ugye igényelték, és hány gondozónővel dolgoznak együtt? 5 fő ügyeletes gondozónő van, aki 7 naponta váltja egymást. Ez így egyébként kielégíti a rendszert, vagy lehetne még bővíteni? Most jelenleg kielégíti a rendszert, viszont ha azt fogjuk látni, hogy nagyobb igény van a jelzőkészülékre, akkor viszont bővíteni fogjuk. Az új készülék mivel másabb? A régi készülékünk az csak a lakókörnyezetében nyújtott segítséget, ott jelezte, viszont ha már a lakó otthonát elhagyta, ott már nem érzékelte. Az új készülék a lakókörnyezetében is nyújt segítséget, viszont országos szinten is. Ez azt jelenti, hogy ha Nyírbátort elhagyja az idős, elmegy mondjuk a gyerekét meglátogatja, akkor ott is kapja ugyanúgy a segítséget. A készüléken van egy telefonszám, amin mi is tudunk érdeklődni folyamatosan, a gondozónő is tudja hívni.
Hol jön be a gondozók szerepe, és miért fontos a készülék mellett? Ugye a jelzés érkezéskor kijövünk házhoz, megnézzük az állapotát, hogyha csak elesett és föl kell segíteni, akkor abban segítünk. Hogyha csak a saját gyógyszereiből kell, hogy bevegye rendesen a gyógyszereit, ellenőrizzük, akkor abban segítünk. Ha körzeti orvost kell hívni, akkor azt hívunk. Ha mentőt kell hívni, akkor azt hívunk. Ugye attól függően, hogy éppen mi a gond. Ica néni, miért tetszett fontosnak tartani, hogy igényeljen egy ilyen készüléket? Azért tartottam fontosnak, mert egyedül élek, gyermekem dolgozik, másik gyermekem Pesten dolgozik, a testvérem dolgozik, tehát nincs, aki itt legyen velem. Én nem akarok senkinek a nyakára ülni betegségemmel. Én ennek kapcsán már jelentkeztem az idősek otthonába is, hogyha végleg leesek a lábamról, akkor legyen hely. Február 1-től március 31-ig kell jelentkezni a szolgáltatónál azoknak, akik szeretnének nagyobb mennyiségű lomtól megszabadulni. Ami szintén megszokott, a kijelölt napokon kapun belül kell elhelyezni a fölösleges dolgainkat. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató, tehát az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél február 1 és március 31-i időszak között lehet regisztrálni a lomhulladék elszállítására. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a közszolgáltató díjmentesen, pontosabban a közszolgáltatási díj tartalmazza két köbméternyi lomhulladék elszállítását. Ez lehet bútor, szőnyeg, matrac, stb. Hogyan kell jelentkezni a lomtalanításra? Ezt lehet a közszolgáltató ügyfélszolgálatán telefonon, e-mailben, illetve a közszolgáltató honlapján is. 2020 óta házhoz menő rendszerben történik a lomtalanítás. Ez annyit jelent, hogy a lakos előre összeszedi az elszállítandó lomhulladékot, kerítésen belül elhelyezi, és az egyeztetett időpontban a közszolgáltató elszállítja. Közterületre ugye elhelyezni nem szabad, mert ez illegális hulladéklerakásnak minősül, ezért kell a kerítésen belül elhelyezni, és amikor a közszolgáltató megy érte, akkor át kell neki adni ezt a két köbméternyi lomhulladékot. Alapvetően azt, amit nem lehet akár szelektíven gyűjteni, tehát műanyag, fém vagy zöld hulladékot nem lehet ugye elhelyezni, mert ugye erre vannak speciális gyűjtőeszközök, illetve ugye, ahogy említettem, bútor, szőnyeg, matrac, vödör, ami már kikerül a háztartásból és nincs rá szükség. Szó volt már a két köbméter maximális mennyiségről, de ha valakinek több ennél a mennyiségnél a lom, amit szeretne elszállítani, akkor mit tud ebben az esetben tenni? Van rá lehetőség, azt előzetesen egyeztetni kell a közszolgáltatóval, hogy milyen mennyiségű hulladékot szeretne elszállítani, illetve van lehetőség hulladékudvarba történő beszállításra is. Nyírbátor város önkormányzat a hivatalos fórumait javaslom követni, hiszen fel fog kerülni egy részletes tájékoztató a lomtalanítással kapcsolatosan. Meg kellett dolgozni a győzelemért, mert hiszen 0-2 után sikerült fordítani a Maglód ellen. A 3-2-es győzelem tartja a reményt a rájátszás felsőházához. Az első félben nem annyira találtam azt a ritmust, nem tudtunk egyszerűen átjutni Maglód védelmén. Ugyan volt pár helyzetünk, de sajnos nem sikerült gólra váltani. Aztán mentek kettővel, és fél időben a mester felhívta a figyelmünket egy pár hibára, meg hogy mire figyeljünk oda támadásban, hogy tudnánk rajtuk átjutni, és biztatott minket, hogy ez a meccs még meg lehet. A második félben úgy érzem, hogy sokkal magabiztosabban volt az egész játékunk, és szerintem ennek köszönhető az, hogy sikerült megforgatni ezt a mérkőzést. Ez gondolom mutatja a csapat erejét is, hogy meg tudjátok fordítani.
Igen, nagyon kell hinni benne, nagyon kell hinni egymásba, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és hatalmas dolog az, amikor megszületik az első gól, ugye onnantól kezdve addig mentünk, daráltuk, csináltuk, folyamatosan azt mondtam a játékosoknak a panon, hogy menjél tovább, csináld, ne hajtsd le a fejed, megtaláljuk az első gólt, utána rendben lesz a történet, és igazából ez így is volt, megtaláltuk az első gólt, és utána a második, harmadik gól már érkezett, igazából folyamatosan támadtunk, folyamatosan nyomásra helyeztük az ellenfelet, úgyhogy én azt gondolom, hogy megérdemelten fordítottuk át a mérkőzést a javunkra. Nyilván a végén ugye az 5-4-ben már ők birtokolták a labdát, de azt gondolom, hogy igazából ott se volt különösebb problémánk. Kedves nézőink, Önök a Bátor Televízió híradóját látták. Munkatársaim és a magam nevében megköszönöm a figyelmüket. További kellemes televíziózást kívánok mindenkinek. Viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.